Na, szavaztok, folytatjuk, illetve csinálunk még egy grid videót. A mai részben, ugye az előzőből kimaradt az F1000 autó kategória. Mielőtt nekikezdünk, még egy-két technikai infót elmesélek, hogy mi történt itt a háttérben. Ugye az előző videóban, ha jól emlékszem, említettem ugye ezeket a apró sebességbeli problémákat, hogy ugye nem tudja stabilan tartani 60 FPS-t. Így videón kívül kipróbáltam ugye ezért, gyakorlatilag lejjebb vettem a részletességet, úgyis tesztelgettem, de amint kiderült, sajnos hiába veszem vissza a grafikát, itt nálam gyakorlatilag a CPU, ami bottleneck kell, tehát ami a szűk keresztmetszet, és sajnos ennek a játéknak már túl gyenge a processzorom ahhoz, hogy stabilan tudja tartani a 60 FPS-t. Hát igen, a kis 3470-es i5-ös ugye már nem mai csirke. Úgyhogy, de szerintem még így is játszható, így mivel CPU limitben vagyok, még DX12-ben is, a CPU limit miatt visszaállítottam magasra a grafikát, a textúrákat ugye kimaxoltam ultrára, a 6 GB-ba csak belefér. És az érsimításról még annyit, hogy ugye említettem, hogy a temporális érsimítás, vagyis a TAA, ami ebben a játékban van, ugyan jó stabilitást ad a képnek, de ugye cserébe iszonyatosan, brutális mértékben mossa a képet, és ugye gyakorlatilag elvesznek a textúra részletek. Így kipróbáltam a ReShade-nek az SMAA nevű érsimítási algoritmusát, ugyanis a Rise of the Tomb Raider-nél is nagyon hasonló volt, ott abban a játékban is volt TAA és SMA, de annak a játéknak a saját SMA algoritmusa nagyon túl gyenge volt, és borzalmasan rossz volt úgy a kép. Viszont a ReShade-nek az algoritmusa, a ReShade-nek az SMA elsimítási algoritmusa már ott, abban a játékban nagyon jól működött. Az volt a legjobb, ugyanis viszonylag elég jól simított az éleket, de semmit nem mosott el a képből, úgyhogy na, míg a ReShade ott jól működött, míg a Rise of the Tomb Raider-nél teljesen optimális, ennél a játéknál sajnos semmit nem segít. Egyszerűen hiába kapcsolom be, működik, tehát itt is működik, ugye a ReShade az összes API alatt működik, de egyszerűen ez a motor kicsit máshogy működik, és annyira nagyon-nagyon erős ez a textúra, az izegés, ez a ilyen, főleg az apró, nagyon-nagyon vékony geometriáknál, kábelek, rácsok, ilyesmi, ott ilyen nagyon-nagyon, hát ilyen, most tudom mi a helyes kifejezés, de elég ronda, amikor mozog a kamera, akkor zizeg az egész, és így nagyon-nagyon csúnya. És sajnos a ReShade itt nem tudott megfelelő eredményt adni, ezért itt visszakapcsoltam a temporális érsimítást. Hát cserébe sajnos a textúra részletességek elvesznek, de talán egy autós játéknál ez nem annyira nagyon nagy katasztrófa. Ugye a vezetés közben az ember nem azt nézi, de azért mégiscsak egy picit jobb lenne, hogyha ugye az ember végig az autót látja, azért egy normális érsimítási algoritmus esetén nem lenne annyira elmosva a kép, azaz még az autó is, a játékosnak az autója is azért szebb lenne, élesebb lenne a geometria. Na mindegy, ennyit a technikai háttérről. Úgyhogy ma megnézzük ezt az F1000-et. Ja, még annyit, hogy azért megpróbálok egy picit majd feltütésenet, egy picit élesíteni a videó, hogy talán egy hangyányit, nagyon-nagyon picit parányit talán szebb lesz, mint az előző rész. Meglátjuk. Amennyit értelmesen rá lehet dobni az élesítésből, annyit megpróbálok. Na de, itt van egy Fernando Alonso kategória, és azt mondja, hogy Urban F1000 Series. Na most, aki jártas az
autósport világban, attól kérdezem, mert én nem vagyok jártas, jelőre mondom, én nem vagyok ebben olyan profi, meg nem vagyok szaki. Na most a kép alapján, tehát egyrészt Fernando Alonso ugye Forma 1-es pilóta. Nem tudom, hogy még mindig ott van-e, mert már nagyon-nagyon-nagyon sok év óta nem nézek Forma 1-et, de tudom, hogy ott volt, nem tudom, hogy még ma is ott van-e. Tehát a pilóta neve alapján, illetve az autó képe alapján nekem ez Forma 1-nek tűnik. Na most a kérdés, a Forma 1 és az F1000 az egy is ugyanaz a sport? Vagy az különböző? És a különböző, akkor mi a különbség? Na minden, ezt lehet, hogy majd hamarosan meglátom. Bár nem tökéletesen ugyanilyen ez az autó, mint egy F1-es, de rendkívül nagyon hasonlít. Nem, tudod miért? Nézzük meg a helyet, hogy itt folyamatosan. Nem, ez nem vagy várjál. De régen ilyenek voltak a Forma 1-es autók, nem? Mármint több évtizeddel ezelőtt, úgy értem. Ja, nem tudom, 70-es, 80-as években nem így néztek ki a Forma 1-es autók? Nem tudom. 70 ezer, ojjaj, van 410 ezerünk. Jedi. Ez a Jedi nevű autó. F1000, aha. Hát a teljesítmény az ahhoz képest, hogy formula autó, hát a békasegge alatt van a teljesítménye. Hát mihez kérem? Hát hogy van ez? Na mindegy. Kaufen, ja. Hát mivel más lehetőségem itt nem igazán van, egyetlen egy autót tudok venni, ezért megveszem ezt az egyet. Lakírunk. Milyen festések vannak még? Aha. Hát ez azért picit szebb, mint a szürke, nem? Tehát, hogy ez... meg úgy ez... ja, ezek meg matrica minták. Aha. Aha. Ajaj. Maradjunk ennél, ez nekem jobban tetszik, egy picit színesebb, egy picit élénkebb. Axo! Így. Igen. Legyen így, és akkor... Enter. Na! Mi van itt? Shanghai. Oriental Pearl Circuit, 2,2 km, 3 kör délután. Rögtön bele a verseny közepébe. Lássuk. Hát én kíváncsi vagyok, igazából az autós játékoknál az open wheel kategória, mint például ez is, az úgy nagyon-nagyon-nagyon nem az én nem az én területem szokott lenni, még az átlagosnál is sokkal-sokkal bénább szoktam lenni az open wheelben. Sokkal jobban szeretem a zárkaros szériás autókat. Ez itt még mindig a töltőképernyő. Mindenki Jedi autóval megy. Aha. Jedi F1000-rel, jó. Wir sind in Shanghai, wo gleich ein Event der Grid World Series beginnt. Kristen, was sagst du zur Strecke? Es gibt hier viel schöne Landschaft zu bewundern, aber auf der Strecke tritt das natürlich in den Hintergrund. Da gibt es nur dich, dein Auto und die Straße. Mal sehen, was unsere Talente hier heute zeigen können. Freuen wir uns also auf einen großartigen Renntag. Hier bei der Grid World Series kann alles passieren und das tut es auch oft. Begrüßt unsere Fahrer Shanghai. Urban F 1000 Series. Schließe das Rennen mindestens auf Platz 3 ab. Legalább harmadik helyen kell végezni. Ach du heilige. Nem fogom garantálni. Micsoda, első helyre indulok? Vagy nem én voltam ott az első helyen? Húha. Na jó. Nem, várjál. Ez vagyok én itt. Hello. Ja, tisztán. Ja, akkor jó, akkor helyre állt a rend. Jó van. Na, hogy véletlen előről induljak. Hát az mi az már? Brüm, brüm. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ach was. Halt deine Fresse.
Ja igen, a mesterséges intelligenciát visszaállítottam közepesre. De lehet, hogy ez hibás döntésnek fog bizonyulni. Oj! Scheiße. Oh! Láttad ezt az előzést? Nem lesz is semmi gond. Na kérem. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Danke. Menj arrébb. Menj arrébb. Menj arrébb. Bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage beruhigt. Ach, Klappe halten. Hui! Au. Ezt nem így akartam. Ez az! Ne előttem fékezzetek, lehet, nem igaz. Nem? Húzz innen! Brüm, brüm. Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. Hohohoho! Ez csel volt. Azt hittétek, hogy kicsúszok, mi? Én is. Yes. Halleluja! Hát ahhoz képest, hogy az autó statisztikája alapján nem túl erős, tehát hogy ki volt írva a teljesítmény, ugye olyan alacsony szint volt kijelezve, ahhoz képest úgy gyorsul, hogy csak na. Megy az, mint az ördög valaga. Na kérem. És még így is megnyertem, látod? Ennyi. No problemo. Lesz még egy verseny. Nem is figyeltem, hogy hány eventes ez a... Igen, szintlépést kérek szépen, nem kapok szintlépést. Oké. Okay. Következő verseny, azt mondja, Havanna, háromkörös, napközben, oké. Alexander Dorniden, Xiang Gao, na hát. Felix Williams, Connor Johnson, itt aztán mindenféle emberke van. Alexei Krupin, Yume Tanaka, Borislav Petrov, Aaron O'Sullivan és Mateo Vega. És még a Nick Whittle. So. Ez már mindig a töltőképernyő. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. El Malezon. Mazedon, Anton. So. Mondjuk az ilyen kameraképeknél tök jó lenne, hogyha nem lenne szarrámosva a kép. De hát jó. Szerintem én vagyok az egyetlen játékos, akinek ez fontos. Brüm, brüm!
jó széles itt az út, nem? Na hogyan előzöl le, öreg? Hát ez... Basz! Látod? Ezért utálom az Open Wheel-t. Az Arkaros szériánál ilyen nem történhetett volna meg. Na de most! Ahai! Ő volt! Menj! Hello? Lassítsatok már lehe! Hova rohannak ezek ennyire? Na! Na gyere be elém, légy szíves! Gutes tempo! Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut! Haha! Ezt a köcsög Nicket, ezt úgy el fogom verni, mint annak a rendje. Ezt ki fogom lökni a... Kapjam el a valagát, azt hiszem el lesz látva rendesen. Á! A nyelvet! Akkor is elpicsázlak. Hey, pass auf, das ist dein Teamkollege. Na und? Wen interessiert's? Menj innen, ma agyon ütlek! Na látod! Letzte Runde! Lass uns aus der Mitte rauskommen! Köszönöm szépen! Azért is bejön elém! Azt a mindenit! Hát, hadd itt veszem! Az autó mindent is kibír. Hát, jobban bírja, mint egy zárt karosszériás. Húzz innen! Ha-ha! Got another one! Ötödik! Na, nem olyan rossz ez. Na, izgalmasabb volt, nem? Na. Ötödik. Nem baj. Összesítésben talán megvan a harmadik hely. Lesz még egy futam? Aufstieg! Hoho! Hetes szint! Akármit is jelentsen. Team bónusz. Aha. Aha. Oké. Okay. Tehát akkor meglett. Sőt, összesítésben első vagyok. Ennyi. Open Wheel-ben is elvertem mindenkit. Ó,
Ó, várjál, csak az első Open Wheel, én azt hittem, hogy itt az összes Open Wheel lesz, de nem, nézd csak! A második, Thunder, Down Under, mi ez? Super Tourers, és ez jó? Group 1, UK Challenge, aha, Silverstone Brands Hatch, Sydney Motorsport Park, Schließe das Rennen, mint ez a Platz 3. Mindegyiknél ugyanaz a feltétel, összesítésben legalább a harmadik hely kell. Aha, ja, mindegyiknél. Ó, vár, ó, nem. Mik vannak még itt? Ázsia, TC2, Barcelona Sprint. Aha. Most épp azt nézem, hogy melyik képen van, melyik kép tetszik a legjobban. Ich weiß nicht. Tudod mit? Nézzük meg ezt. Ez már Zarkonos szériás. Mik vannak itt? Aha. Holden. Ez nekem semmit nem mond ez a márka. Létezik ilyen márka? Gondolom nem európai, feltételezem. A Chevy, igen, az arról már hallottam ezt-azt. 112 000. Ford Falcon. Ez 110 000. És van ez a Holden Commodore, ez 105 000. Ugyanaz a teljesítmény. Azt nézem, hogy... Hát most... Vagy a Chevy-t, vagy a Commodore-t venném meg. Mármint ezt a Holden ZB Commodore-t. Ez a kettő között vacilálok. Csak ugye most megint azzal, amit az előző videóban mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha itt most lehetne vásárlás előtt forgatni az autókat, hogy lássa minden szemszögből. Mert így most, ha nem látom a hátulját, akkor honnan tudjam, hogy melyik a szebb autó. Tehát így most, na, érted. 105. Mivel a teljesítményük tökéletesen egyezik, látod? Nézd meg! És a súly is pontosan ugyanaz, nincs semmi különbség statisztikai szempontból a két autó között. Ezért megveszem ezt, mert ez picit olcsóbb. És ez még nem néz ki olyan rosszul, bár kár, hogy a hátulját nem látom. Nem, így sem lehet, sehogy nem lehet forgatni. Ha! Vidóf! Nem baj, vegyük meg ezt. És akkor... Ha most nyomok egy festést... Most bezzeg elforgatját! Köszönöm szépen! Hát itt sok választási lehetőségem nincs. Tök jó, ezek le vannak zárva. Ez még jól is néz ki. És miért van ez lezárva? Ezt hogy tudom feloldani? Miért van ez lezárva, amikor Ultimate Edition van? Na mindegy. Ne akarjam megérteni. Hát ez is elég csalódáskeltő az előző grid epizódok után, mert az előző epizódokban azért nagyságrendekkel nagyobb volt a festés választék, de hát jó. Igen, és akkor most nyomok egy Entert. Na nézzük! Sydney Motorsport Park, Druid Circuit, 2,84 km, napközbeni futam, 3 kör. Vó! Sydney... Várja, tudjátok hol volt? Emlékszem a... Izénél voltak még ezek az autók, a... Segíts már, Toka Race Driver 3-ban, és a... Ott volt egy olyan kategória, hogy V8 Supercars, azt hiszem az valami ausztrál bajnokság, nem? Vagy rosszul tudom? Nekem valami ilyesmi rémlik a Toka Race Driverből. Nagyon rémlik egy ilyen, mert...
Was steht heute auf dem Programm? A Toka Race Driver 3 hivatalos demójában az volt az egyik autó bajnokság típus, amit ki lehetett próbálni. Meg volt valami off-road ökörködés. Ja, jó rögt, Toka Race Driver az, hogy szerettem. Gyakorlatilag a grideknek az elődje, ha úgy tetszik. Jó. Na hát ezek azért már... Oké. Okay. Oh! Brim brim! Mennyi Luffy! Sok-sok Luffy! Ne bögdös! Na hát ez az autó már most sokkal jobban viselkedik, mint a... Klappe halten! Ne! Ezt már most könnyebb vezetni, mint az előző Open Wheel autót. Persze ez is szeret azért csúszkálni. A Connor. Meg kéne előzni. Valami ott repül, valamit repült. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Valaki elhagyott valamit. Ne bögdös, mert megmondlak. Nekem egy picit... Gesamtlautstärke... Effekte... So... Egy kicsit hangos nekem! Megérdemelted! Alta! Ja, ezt lehet, hogy én is. Húzz innen, már megelőztelek, most mit előzöl vissza? Ne köcsögösködj! Hé! Még mindjárt elhagyod a csomagtartó fedeled, öreg! Legalább rögzítenéd le valamivel. Hülye gyerek. Hör bitte auf, deinen Teamkollegen zu sabotieren. Ach, halt die Fresse. Ha már ő a csapattag, akkor lehetne annyi esze, hogy legalább engem előre enged. Na látod. Arra nem tehetek, hogy olyan hülye, mint a föld. Menj arrébb. Ah, majdnem. Majdnem beértem a harmadiknak. Ha az a köcsögnik nem tart föl. Csapattársként, ugye? Teszem hozzá. Ach, szóval mindig Enter-t kell nyomni, elfelejtem. Zó, menjünk a következő
eventre. Né, 2125, oké. Okay. Ugyanaz a pálya, ugyanúgy háromkörös verseny. Jó, hát igazából ebben a... Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Chris, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es aussieht. Miért csak also, unter vier Augen? Nekem miért nem mondja? Ah, mindegy. Egyébként mit lehet itt finom hangolni? Aha. Kocs. Zuckerzubersetzung, keine schwierige machen die Kaffee. Ach so. Harte Federn verbessert die Karosseriefestigkeit. Ach so. Verringert hier die Stoßdämpfung in der weichen Federn, verringert die Karosseriefestigkeit. Okay. Verbessern die Stabilität. Stabilizátor. Mit tudom én? Egy kicsit módosítottam az autón. Zo. Brüm, brüm. Ups. Deinen Teamkollegen rammen bringt uns nicht weiter. Na und? Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Ne előttem bénázzon, és akkor nem megyek neki. Ilyen egyszerű. Folyamatosan kioktat a... az egyik mérnök vagy szerelő, vagy nem tudom, kipofázik itt a háttérben. Üljön be ő a volán mögé. Utána pofázzon. Nein! Verpiss dich! Geh weg! So. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ez inkább ilyen taktikásabb pálya. Itt nem a sebességre kell rágyúrni, hanem hogy az ember lehetőleg minél jobb íveket autózzon. Rengeteg a kanyar. Kinyír a kanyar. Na jó, ez túl öreg poén. Jaj! Fordulj! Na! Ó! Oh! Azt hiszem, kicsit elszámoltam. Hát szerintem az előző autóbeállítás jobb volt, amit a játék beállított az előző futamon. Egy picit most több, mint az most többet csúszkálna, vagy nem tudom. Valaki végig itt van a seggemben, én nem hajlandó lekopni. Na! Húzz innen! Und gewonnen! So.
Bibi. Nem mondod, hogy első lettem összesítésben. Úgyis az első versenyen negyedik lettem. Hát így kellett csinálni. Ennyi. Na. Itt is, arany, oda néz. És úgy, hogy médium, a közepes fokozaton van a mesterséges intelligencia. Tehát nehezebb fokozaton van, mint az előző videóban. Csak mondom. Na, itt feloldottunk még, itt kettő, ez megint Open Wheel. Ez már nem, Prototype, aha, jó. Itt, nem, nem ezt oldottad még? Nem mindegy. Ez itt micsoda? Azt mondja... Itt ilyen autókkal lehetne menni. Ford Focus, Volkswagen és egy Audi. Oké. És akkor... Itt ez micsoda? Itt milyen autók vannak? Na, itt már több. Grid Edition, Aston Martin GT4, Ford Mustang GT4, Nissan 350Z, Chevrolet Camaro. Hí, de nagyon csúnya ez a hatalmas rács itt elő. Ez kicsit csúnyácska. Megint egy Aston Martin és egy Porsche. Aha. Oké. Okay. Jó, és akkor... ez itt micsoda? Grid Edition Chevy Corvette. Ejha. Ez is egy Corvette C7R. Standard. Ja, hogy ez, ja, csak festés a különböző... Hé? De akkor ez még 190 000 van, amikor ez a standard. És a Grid Edition, az már megkapom ingyen? Jó. Okay, jó. Ah, Viper! Nagyon-nagyon régen még azok is menők voltak a játékokban. A Dodge Viperek. Még egy Aston Martin. Hát ez már ilyen... Ezek igen komoly autóknak tűnnek. Ford GT. Porsche. Ferrari. Úristen, ez a... Miért kell csupítani ilyen rengeteg reklámmal? Ez nagyon ronda így. Na mindegy. Engem leginkább a Viper érdekelne. Leginkább az érdekelne. Melyik volt? Na mondjuk ez is elég jól néz ki amúgy. Tehát ugye van itt két Corvette. Nekem a sárga jobban tetszik, de ez egy 190 ezer, már mondjuk van még rá pénzem. De akkor már inkább a Viper-t venném meg. Na jó, mindegy, legyen mára ennyi. Igazából csak az Open Wheel-t akartam megnézni. De ja, ma is megcsináltunk pár versenyt, ezt a kettőt itt megcsináltuk, belenéztünk ebbe a Fernando Alonso szériába, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. Aktu Heilige. Hát ha itt mindegyik versenyt meg akarnám csinálni, tippelni sem merek, hogy mennyi idő lenne. Oda néz. Ez micsoda? VASZ?!
Milyen árak vannak itt? Pagani Zonda, Ferrari FXX. Ejha! Hát ilyen Ferrari-t még nem láttam eddig. Brabham. Nem tudom, sosem hallottam. Vulkán. Aha. Egy kis ilyen hipersportkocsik már. Ach, tu yes, Maria. Season 3. Megint a Yedi autók. Supercar Hero. Ja, Ford Falcon, meg a izé, ezek az ausztrál autók, ugye? Amit, ahol... Én ezt nem akartam, én csak meg akartam nézni az autókat. Most miért indítja el a versenyt? Was soll das? Hé? Mi van ezzel a játékkal? Az összes eddigi versenyt meg tudtam nézni, hogy milyen autók közül lehet választani. Most itt csak meg akartam nézni, hogy milyen autók közül lehet választani. És elindít egy versenyt. Miért? Én nem akartam... Naja, ein Rennen bei Nässe kann man sich so vorstellen. Du kannst zwar schnell fahren, aber du brauchst mehr Platz, um Geschwindigkeit abzubauen. Kurven, die man sonst schnell nehmen kann, könnten zu einer Rutschpartie in die Wand führen. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Tudod mit? Fuck it, akkor nézzünk bele egy DLC-be. Azt mondom. Ha már a játék azt mondja, hogy... Próbáljuk meg ezt! És ma már több versenyt nem akartam csinálni, de hát... Ezzel ti nézők jártok jól, én meg nem jól. Menj arrébb, Mateusz! Menj arrébb! Na. Drága Izabellácska, engedj el kérlek! Köszönöm szépen! Látod! De wird jemand nicht glücklich sein. Hé, hey, az anyádat, Izabellácska! Nem úgy volt, hogy elengedsz? Mi van itt? Mi van itt? Mi van itt? Miért fékez mindenki? Ne előttem fékezz le, légy szíves! Áú! Szakadám az eső rendesen. Még az esőt nagyon jól megcsináltak szerintem. Elég jól néz ki. Főleg, hogy... Guter Start! Bleib an der Spitze! A megvilágítást is, tehát ugye... A fényeken nagyon jól lehet látni, amikor be van borulva. Plusz még itt-ott kibújik a napocska a felhők közül, ezt... Megcsillan a fény az aszfalton, az is elég jól néz ki például, hogy mögöttem jobb oldalon. És nem a pofázásra kéne koncentrálnom, hanem inkább talán a vezetésre. És akkor talán az Izabellácska nem lenne itt a seggemben. Hol a kanyar? Itt, valahol itt van. Itt van. Nézd már meg! Izabellácska nem hajlandó lekopni. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Nein! Ne rosszalkodj! Mi van erre? Ja igen, itt van ez a balos. Igen. Brüm brüm! De nagyon jó néznek ki a fények meg, hogy... Hogy... Hogy a...
egyik irányban kicsit olyan naposabb, másik irányban nagyon be van borulva, ez tök jól néz ki amúgy. Utolsó kör, nem most kellene elszúrnom, nem igaz? Jó, hogy Forddal voltam, azt nem is néztem, látod? A játék nem engedte, hogy megnézem, milyen autó közül lehet választani. Na, ennyi. Kérlek szépen. Ford Falcon. Axo. És akkor ez így ennyi? Vagy lesz itt még egy event? Mindjárt kiderül. Zsupsz, és ott a 8-as szint. Aha, van. Ja igen, ott van egy 2 rounds. Oké. Suzuka. Suzukában még nem is voltunk eddig, ugye? Japánban. Super Tour. Este fogunk menni, amikor már megy le a nap, szintén 3 kört. Jó, na, ezt még megnézzük, és akkor mára tényleg legyen ennyi. A játék keresztül húzta a számításaimat. Elég vegyes az autó felhozatala, ahogy látom. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Schließe das Rennen in der oberen Hälfte der Rangliste ab. Oh, tehát itt csak annyi a feltétel, hogy hát a mezőny felső felében kell végezni, akármit is jelentsen ez. Mondjuk ez a kép itt tök jó néz ki. Ez itt tök jó. Ez a naplement, ez nézd meg, ott meg ez ilyen jó erősen felhős. A megvilágítást tényleg nagyon jól megcsinálta a Kódiz. Zó. Ott a sok Luffy ismételten, azok nem hiányozhatnak. És akkor ez volt itt a csapattársam bal oldalon. Los kids! Brüm brüm! Ja, das Rennen geht los. Sofort! Nem lesz jó, nem lesz jó, nem lesz jó! Kösz! Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Igen, tehát az MI ugye úgy működik, ahogy Pisti sejesen írta, hogy az MI-nek van egy előre fix, meghatározott útvonala, és bár akármi történik, ő azon az útvonalon megy, teljesen mindegy, hogy előtte vagy teljesen mindegy, mi van ott. Azon a fix útvonalon megy. Hatodik, ha szakad. És valóban. Én akkor most itt mennék. Nyi. Nyi. Hosszú vonatozás. Az előttem... Hogy lehet valaki ekkora köcsög? Az előttem lévő versenyzőt úgy hívják, hogy Cian Doyle. Jó a neve. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Leszarom. Az ő hibája, ő kezdte. Jaj, megint itt a köcsög Nick. Mindjárt jóságbe rúgom őt is. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Lefordítva kilököm a picsába.
Juhu! Ja, igen, és amint látható az ellenfeleket, lehetetlen kilökni, kipördíteni, ők gyakorlatilag oda vannak ragasztva az aszfalthoz. Ja? Olyan, mintha egy... Hát, hogy is mondjam, mintha sinem mennének. Lehetetlen őket eltéríteni. Lehetetlen. Látod? Akárhogy mész neki, ők nem térnek le az útról. De... Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. De ha valaki hozzád ér, akkor már is kipördülsz. Zauberre fárt az, persze, hogyne. Páran összetörtük egymást, de azért... Ááá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 
Los, los, los! Ah, majdnem meglett a második hely. Na já. Na. Ni. Köszönöm szépen. Ó, és ott az első hely, kérem szépen. A másik kettő az viszont ezért Commodore autó. Ja, az előző versenyt ugye azzal toltam én is. Hát egy hangyányi szerintem, legalábbis ezen a pályán a Falcon egy picit szerintem jobb volt. Na, ennyi, látod? Kész is van. Actuias Maria, aha. Jó, hát most akkor nem nyomok itt rá egyikre se. Na, hogy megint elindítson itt egy ezért versenyt. Na jó, oké. Na hát ennyi lett volna akkor mára, hát most is nézegettünk pár versenyt. Szerintem ma is, mára is jutott bőven izgalom. Igen, még egy fontos információ. Ezt a játékot egyelőre nem kívánom folytatni semmilyen formában. Ugye pont a videó elején említett technikai hátrány miatt, ugye, hogy ez a játékhoz a CPU a gépemben már túlságosan gyenge, nem bírja egyszerűen tartani 60 FPS-t grafikai beállítástól függetlenül. Úgyhogy valószínűleg ez a játékkal majd akkor fogok így mélyrehatóan foglalkozni, amikor már új gépem lesz, tehát az nem mostanában lesz. Úgyhogy, ja, csak így már akartam nézni ezt az OpenWheel-t, hogy milyen, most így belenézünk a DLC-be is, úgyhogy ilyen, szerintem ilyen betekintőnek, bemutatónak ez a két videó, ez így elégséges. Aztán majd egyszer valamikor a nagyon távoli jövőben, hogyha lesz rá igény részletekről, akkor majd folytathatjuk. De addig szerintem ezt parkolópályára teszem, mert brutális, hogy milyen mennyiségű content van benne, tehát egy brutális sok verseny. Ja, úgyhogy és én autós játékokat leginkább csak úgy szeretek igazán játszani, hogy a stabil 60 FPS-sel megy. Úgyhogy ja, ezt majd jövőben újra elővesszük. Na, de ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot és köszi a figyelmet. Szevasztok!